Elkezdődött a kézilabda bajnokság is a lányoknál. A tavaly kivívott továbbjutási lehetőség után hogy zajlódott a felkészülés, és hogy volt a bajnokság rajtja? Köszöntöm a televízió nézőit. A július 22-ével kezdődött meg a felkészülés az NB1-B-s felnőtt és junior keretnek. 12 felkészülési mérkőzésen szerepeltünk, közte volt első osztályú horvát csapat is, tornán is vettünk részt, Nagyatádon rendeztünk mi is egy ilyen kis mini felkészülési tornát, és hát túl vagyunk két fordulón, amit sikerrel vett a csapat. Mennyire volt ez az előző évhez képest más ez az osztály? A felkészülésünk 6-7-es helyett 7-7-es volt, igazából ez az 1 plusz 7, ez kell ez az osztályhoz, hiszen hosszabb bajnokságról beszélünk, így a fizikai felkészítésre nagyobb hangsúlyt kellett fektetni. Sok új játékos érkezett, főleg a junior kerethez, ezért próbáljuk erősíteni a közvetlen utánpótlást. És hát ugye mindenki tudja, hogy egy osztályváltás az komoly feladatokat ró egy csapat életébe, hiszen a soron következő ellenfelek jól erősebbek, mint ami eddig volt. Szerencsénkre az első két fordulót sikerrel vettük, hiszen azért a mi keretünknek a nagy része az NB1-B-s rutinnal rendelkező NB1-B-s szintű, sőt van, aki talán még feljebb is játszhatna játékos. Az elmúlt évek tapasztalata és éppen az, hogy már eltöltött néhány évet ebben az osztályban a csapat, jelentette valami előnyt a tervezésben, felkészülésben? Hát természetesen, hiszen így most már mondhatjuk azt, hogy volt rutinunk, hogy mivel készüljünk, és hogy mit csináljunk, illetve talán pont most Tatabányán éreztem először azt, hogy annak ellenére újoncok vagyunk, már nem vagyunk újoncok. Ezt két oldalról is megmagyaráznám. Az egyik az, hogy a játékosainkat, a játékvezetők is ismerték az NB1-B-ből, hiszen itt a többségük már ebbe az osztályba játszott. Ugye ez egy nagyon nagy előny. A másrészt meg az, hogy tehát a játékvezetői páros is már ismertként fogadott engem is személy szerint, amivel ugye annak idején, mint újoncok nagyon komolyan meg kellett küzdenünk, el kellett fogadtatnunk magunkat. Azt látom, hogy ez most már nincs, ezen túl vagyunk, így ennyivel előrébb is tartunk. Egyszer már kiesett ebből a bajnokságból a csapat, most milyen terv, taktika, felkészülés, erő és egyensúly kell ahhoz, hogy ez ne fordulhasson elő? Hát én azt gondolom, hogy ez a játékos állomány ez alkalmas arra, hogy bennmaradjon. Ez alapvető célkitűzésként az első fél évre ezt is határoztuk meg, hogy a biztos bennmaradó helyek egyiken kell végezni. Ugyanakkor a csapat felé egy olyan premizálási rendszert találtunk ki, amelyet, hogyha a csapat megvalósít, elér, akkor ez a csapat az 5., 6., 7. hely környékén, tehát a középmezőny elejéhez tartozhat majd, és én úgy gondolom, hogy képes is erre a csapat. Beszéljünk a játékos állományról, a korábbi évek játékosai közül kik maradtak itt, kik mentek el, illetve kikkel történt az erősítés. A tavalyi szezonból igazából Lukács Tímea és Kovácsné Barett Judit, akik abba hagyták a kézilabda játékot, tehát rájuk nem tudunk számítani. Mellettük egy nagyon fiatal és tehetséges játékosunk távozott a csapattól, Abucki Fruzsina személyében, aki a Nemzeti Kézilabda Akadémiára ment. Nagyon öröm számunkra ez, hiszen neki ez valamilyen szinten egy előrelépés, ugyanakkor nyilván az ember bánkódik, hogy egy tehetséges fiatal nem itt pontogatja tovább szárnyait, de innen is üzenem Fruzsinak, hogy mutassa meg, hogy nem véletlenül kerülhetett oda, büszkék vagyunk rá. Nagyjából ők a távozó oldal. Az érkezők oldalán egy rutinos játékossal, szülés után visszatérő Gráner Beával, aki ugye már játszott Kozár Michelinbe, és fiatal tehetségekkel erősítettük a csapatot. Szerettünk volna még 4-5 hasonló korú 96-os, 97-es születésű játékos még tovább igazolni. Én úgy gondolom, hogy a csapatnak a gerince az adva van, ő melléjük kell megtalálnunk a fiatalokat és folyamatosan beépítenünk. Ezt segítendő indultunk el például az NB2-es felnőtt bajnokságba is, hogy ők minél jobban erősödve kerülhessenek be az NB1-B-be. Ehhez az erősebb és nagyobb osztályhoz gondolom több pénz is szükséges, amit vélhetőleg nem egy kártyaasztalon kell megszerezni. Ez így van, tehát a költségek itt nagyon komolyan megnőnek. Csak egy egyszerű példa, egy hazai rend, NB1-B-s hazai rendezés az több mint 100 000 forintba kerül, és ugye ebből van 13. Elég komoly pénzt kell megmozgatni, hát az utazások pedig azok igazából, tehát erre szokták mondani, hogy a sok pénz se lenne elég rá, hogy ezt megoldja az ember.
szerencsére a támogatói kör, illetve a háttér jó, önkormányzat jó, illetve most nagyon várjuk már a társasági adó határozatunkat, hogy ott mennyit hagy jóvá a Magyar Kézilabda Szövetség. Bízunk benne, hogy az elmúlt évekkel ellentétben idén tényleg értékelni fogják az elvégzett, utánpótlásba végzett munkánkat, hiszen azért tavaly két országos döntős csapatunk is volt, illetve pont előrébb léptünk az U12-U14-es vonalon is. Én nagyon remélem, hogy ezt nem csak mi látjuk, hanem a döntéshozó emberek is, és akkor az a bizonyos TAO pénz is megfelelő hátteret tud nyújtani az utánpótlás fejlesztéshez. Az elmúlt évek visszaesése, alacsonyabb osztálya azt is hozta, hogy kevesebb szurkoló látogatott a mérkőzésekre. Hogyan lehet visszacsábítani a nézőket? Egy kicsit ellent kell, hogy mondjak, mert talán a leges-leges legelején az osztályváltáskor ez valójában így volt, de tavaly évvége felé már elértük azt a nézőszámot, amit előtte az NB1B-be. Tehát azt gondolom, hogy stabilan 150-200 néző már az NB2-es mérkőzéseken is kint volt. Ennek egyébként alapvető oka nem is feltétlenül az, hogy a csapat hogy szerepel, hanem az, hogy nagyon sok a saját nevelésű sportolónk, gyerekünk, és ezek a kisgyerekek, tehát itt a legkisebbek is örömmel jönnek és nézik büszkeséggel a felnőtt csapatba kézilabdázókat, példaképeket látnak bennük, példaképeket élesnek, és motivációt arra, hogy egyszer majd ők is a felnőtt csapatba is szerepelhessenek. Nyilván a kisgyerekkel jön az anyu, jön az apu, jön a nagymama, jön a nagypapa, így egyre több néző jön ki a mérkőzésre. Majd szép lassan a hangulat is egyre jobb lesz, és éppen a szurkolói kör is már szerveződik, dobok, sípok, nádi hegedők, ami ilyenkor lenni szokott. Úgyhogy én hiszem azt, hogy majd most hétvégén már a Siklós elleni NB2-es meccsen, vagy éppen az abszolút favorit Budaörs ellen is már szép számmal leszünk kint újra. Milyen a következő időszak meccsrendje? Ahogy említettem, szombat, vasárnap ritmusba mennek a mérkőzések, hiszen vagy egy NB2-es, vagy egy NB1-b-s meccset fognak játszani a csapataink, amellett, hogy még ugye az NB3-as bajnokságban, az a megyei bajnokságban is van csapatunk, aztán az országos serdülő bajnokságban, ami most a legközelebb az pénteken Nagykanizsát fogadjuk a serdülőbajnokságba, szombaton Siklós jön az NB2-be, és vasárnap pedig, ahogy említettem, az egyik abszolút bajnok esélyes Budaörsöt fogadjuk. Szeretnénk megszorongatni mindegyiküket. Így legyen, köszönjük szépen. Köszönöm.